Vous appelez que c'est de voir frémir le bain au Twitch roll. Et je m'en live. Et ma YouTube on est. Je t'en rock ta me fure les gravit que live world. Et je vais grêler les gives. Fou, farat lettem. Et je suis là, t'es un peu rapide. De amazing. Antennázzal játszottam tegnap, azt utána fölöttem még hogy a Warframe-ből is csinálják egy kis vidit, meg ugye a Hydroid cuccait, meg az új fegyvereket kifarmolni, de hát nem jártam sikerrel. Valóra a Richie-vel próbáltuk. Na nézzük. Egy Survivor a Ballistica Prime String Meshul G1. Lássuk, hogy ebben mi található. Fog kisülni ebből. Valami meg kellettem még ki az ajtót. Support. Be on the lookout.
delivered another life support capsule. Zimmer mir noch drüber. Ich denke, ich kann noch mal. Puh. Fast, ich habe noch mal gesagt, du bist das. Nem vettem ki a modokat. Nem jó, ezért hoztam. Beállítást, mindegy. Sima flóka. Thank you.
Húha. Azok nem túl jók. Hát nem lesz egyszerű kiformulni a Prime cuccokat így.
Ó, kártya megint. Istenem, hát ez nem túl, nem lesz ez így jó. Szép volt, cica. Na jó, hagyjuk. Én nem megyek oda jött. Gyere, csak.
Hát, esett egy pár dolog, egy Ducatnak tök jó. Csak most nem az lenne a lényeg. És kijöttek a Prime cuccok. Jó dolog most. Lehet, hogy az lesz, hogy lemegy a záruk, akkor megvásárolom őket a tréden. Nem fog kiesni, de most én nagyon szeretném, ha kiesnének ezek a dolgok. Ja, Hydroid Prime, vagy a két. Két Prime fegyver. Weapons. Ugye a balasztika Prime-ról van szó, ami új. Hát igazából itt ez egy puncture-ös meg slash-es fegyver. A reload-ja nagyon jó. Check Richards, check. Status. Ebből még lehet valamit kihozni, én azt mondom. A Nami skill-a. Jobban ott is örülünk, hogy visszajöttél a régi alakoddal, de most már egysz. Azt mondja, hogy a Nami skill-a, hát ez olyan, mintha itt valami bot lenne. Egy kis tőrrel, szóval ez így. Attack speed, mondjuk az attack speed az egész jónak tűnik, 1,33-as. Crit chance nincs. Státuszos fegyverről beszélünk. Hát nem tudom. Az a baj, hogy ezek a slash, puncture, impact, ezek nagyon zérók, ezek nagyon semmik. Ezett ugye a Hydroid Prime 250-es armorra. Az armor már nem ér semmit a játékban. 150-es energiával, 170-es shield-del. Nem néz ki rosszul, de amint láthatjátok, semmi se több, csak armor, energia, élet meg shield. De ezek se akkor értékben, hogy jobb lenne az alap hidroidnál. Viszont ilyen master rangot tudjuk vele növelni, aki maxoljuk. Szóval abban a szempontból itt tök jó. Na jó. Pillanat és jövök vissza.
Na. Megint farmolgassunk. És kettőzőre bedobjuk. Óha, nem megint nem állítottam át mindig. Elfejtettem, amit akartam. Mindegy, én is tudok boldogulni. Annyi van, hogy a Primert szó helyett, egy másik kártya helyett, két Shield visszatöltő kártya van. Mod. Ami nem túl jó, most nekem. Zseniális az a Valkyr, de egyszer nem tudom. 14. lányot csinálom belőle? Igen. Szóval ez annyira jó, hogy ez nem tudom ezt nektek leírni. A 4-es képességgel, 4-es 3-as kombóval így bárkit lehet legyőzni, bárkit. De nincs, hogy nem tudom legyőzni. Zseniális, sajnos. Starkit. Ó, nem akartam megvenni még. Tudtam drapcsolja. Mm-hmm.
Tegyek neki. Okay, fosz, majd ne fosz. Jézusom. Semmi jó nem esett. Húztam kicsit. 64, jó, hogy hát néztem.
Ja, hit går han formas så får jag. Svärtötten. Sen gör jag en så hit push. Hiku. Nagyon erős lett a Hiku Prime-on basszus. Nagyon erős lett. És nincs is rajta még. Nincs rajta a Rive mód. Ez véletlenül jó. Még az ammó az eléggé kevés. Tigris. Megjük magunkat.
Hol vannak amúgy? Oberon blueprint. Jaj, miért van ott lyuk?
Ez mi, a, minek, mi értelme van? Bejövünk 5-10 percre, nem fog kiesni egy csomó dukát így. Hát még dukat farmolásra és zéró, mit csinálnak ezek? Te mentek a húsba, de komolyan, hát. Hát szállalmas, hát bejönnek 5-10 körre, hát. Nem vannak a legújabb Prime dolgokat, meg bejön izé 5 körre, vagy 2x5 körre, hát ez nevetséges. Hát ez. Mi értelme van? És meg itt a jó karakter is fél, vagy nem tudom. Nekem jó bármilyen dukát is. Legfeljebb majd megveszem platira a Prime setteket, de még nagyon drágák. Most nem fogom azt csinálni, megveszem ezért drágán mindent. Előzött csel, most már picit másképp gondolkodok. Hát nem fogom izélni, hogy másnak a pénztárcát eltömni.
Nem így a rendőröken. Hát, kész. Még kanyar. Nikonát is nagyon ritkán látom. Tehát nem könnyű kifarmolni a Nikonát. Nem egy sűrűn eső fegyver. Hej. Hej, hej. Na mi zo? Farmolgatok. Az új cuccatát? Hát... Kimentek... Kimentek 6 perc után. Hát, az a szuper csapat. Hát, faszom. Végre hazaértem. Nagyon jó. Istenem, hát 6 perc után fogja magát. Kiment 6 perc után, bazd meg, elkezdett viccelődni, hogy a 10 véd neki magas, és akkor odaért, hogy csak vicceltem, aztán kiment. Komolyan mondom, én nem, nem tudom miért válogatok, ahogy valaki kimegy 5 perc után, az egész csapot le fogom tiltani, vannak úgy is 30 millióan, basszus. Isten, hogy tényleg, hogy te nem döglenének meg ezek a játékosok, komolyan mondom, hogy... Azt hiszik, bazzeg, hogy egy vagy két kor alatt, bazzeg, kiesik minden, bazzeg. Hát... Fú... Istenem, hogy mennyire faszom idióták vannak a játékban. És ebből a játék. Nem leülök mondjuk egy-két órát játszani, az Amazing Antenna az megint nem működik, vagyis nem dob bele a izébe, meccsbe. Nem akkor jövök valframezni. Most ugye akkor felmad? Hát most úgy alakult, föl tudunk lenni. Nem mindig tudok föl lenni.
Aztán egy-két órát itt játszogatok, aztán később visszajövök. Közben nézegettem az új játékot is. Na, 6-os szintű vagyok. Az új játékban. Megvettem a fandőrséget. Megvettem. A legolcsóbbat. Á, YouTube pénzem megvettem. Volt 8000 YouTube pénzem. Azt az ezerre megvettem, 5120 forint. Aztán kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből. Mi ez, ami Survival? Na az, az most a legjobb. Mi azt hittem, hogy Trinity is eldobálom az energiától, hát mondjuk. Hát nem biztos, hogy én nem bízok senkibe, hallod? Nem bízom abban, hogy a Trinity azt fog tudni játszani. Én is vagyok egy nagy Trinity party. Tudod, hogy kell játszani? Nem, ilyenkor játék közben, annyi minden kaptam már el, mikor így játszok, mindig meg szoktam nézni, hogy ki milyen fegyverekkel van. És ha van olyan Rivenem, már adtam el úgy azért Rivent játék közben, tehát hogy rám jött, azt megvette 1500 platra semmi. Igen. Mert nem tudom eladni a trécseten, érted? Az ilyenkor meg rájuk, azt megveszik. De néha, mint a cukrot úgy. Azt én csak jó járok vele. Igen. Most sikerült eladnom megint egy csomó mindent amúgy. Már 2015 platnál járok. És úgyhogy még tulajdonképpen megint nem adtam, még mindig nem adtam már semmi konkrétat. Leszámítva egy ezres kajzét, a puncher szettet. Mondjuk olcsóban nem is adtam volna el egyébként, mert attól függetlenül használom. De egy ezresé bármikor érted, mert körülbelül maximum szerintem egy olyan... Hát szerintem 600 éve lehet venni már a másikat, tehát még csak nyertem vele. Olyan drágák. Hát a piercing kaliber, amiben neked kettő van, mert múltból kiesett, mikor barmunk, hogy emlékszel? Az 250 plot, a többi meg ilyen 100 körül, de még annyi sincs, tehát ilyen 90-100. Talán a bóra mint 150. A többi még 100 sincsen. Kimaxol vagy simulsz? Hát most 5 pontos, tehát mit tudom én, az mennyi? Mit tudom én, 10.000 ferit, vagy nem, mivel Golden Wood azért 40.000 ferit, és egy olyan, hát mit tudom én, pár száz kukár, vagy mi a faszom az endból, tehát semmi nem... De nincs semmi különbség, inkább így mondom. Kérne kettő egy hónap pontos, csak slash, meg a puncture, meg izé. Van az a keseg, vagy mi a faszom, valami fegyver, vagy micsoda az. Igen. Az arra volt valami Rivenem, mert spanom múltból mondta, hogy vegyem már meg tőle, mert nem akar leszenvedni, érted? Tudod, hogy egy százasra, vagy ötféle izét kimaxolt Riven, hát mondom, oké, legyen, érted? Hát, csak találok majd rá bevőt, érted? Vagy hát, kell majd valakinek. Adtak érte valami átkénys isakot, érted, mit tudom én, valami Nix-re. Nézegettem, hogy körülbelül 200 plat. Meg... Várjál, már nincs olyan, izém, geci. Nincs a földön olyan faszomsága, izé. Itt nem esik egy darab sem. Szóval... Nézegettem, érted, hogy valami 200, meg az ott benni egy Strung event, érted. Hát egész jó okokkal bírtam, mit tudom én, de hát nem volt rajta státusz chance-ért, vagy micsoda státuráció, és akkor is státuráció kell. Hát mondom, csak megveszi valaki 300-ra. Meg is vették, az meg 350-re. A Strunga mondták, hogy ő nagyon jó shotgun. De hogy is, hogy ugye vagy? Hogy hát nem azt tudom, hogy nem jó, csak sokan azt mondják, hogy mennyire jó, hogy ne szígya. Mert van egyik tap leoltottam, azért a partnerek között beszélgettünk. Akkor leoltottam az ezt, hogy jaj, ezzel hülyeséget beszélt, a Strun ez nagyon jó shotgun. Ja. Abban legalább két izé reload speed kell, hogy normálisan töltse fel a fegyvert. Ami nem tudom. Na mindegy, tehát igen. Gyerek elvitte 350-re, meg el kell adni az árkényes is, akkor múltkor láttam, hogy valaki adón kereste, de hát én 170 kap vagy mennyi, szóval. Meg hát ilyen nem nincsen tőle, ilyen árkényes fasságon, már legyen az is érve. Ha már úgyis van minden, nem a faszt érdekel, hogy ha van abból is egy-kettő tényleg. Ha használom, ha nem, a sok hülye veszik, de mint a cukrot úgy veszik egyébként ezeket az árkényszarokat.
Van olyan, amelyik a legdrágábbakból érted, de még azért sem fizettem, mert platé nem veszem meg. Csak mit tudom én, mert... Mondtam tudod a gyereknek, hogy... Ezért 250 platé rövé az a keseg mód, vagy micsoda. Már ki van maxolva, érted, annyira szar statja nem volt, mármint, hogy be egy rakásra érted, de semmi nem volt rajta. És akkor azt mondta, hogy ezeket tudja adni, mert nincsen platja, csak 30. Hát mondom, akkor adja ezeket. Hát. Megnézegettem, hogy mennyit ér a sisak, hogy talán el lehet-e adni annyiért. De hát a móddal már visszahozta. Meg úgy, hogy tulajdonképpen... Tehát megvettem ugye az 5 modot 100-ra, és csak egy modot eladtam Z-re, ugye 350-re a shotgun modot. Az már 250 nyereség, ugye meg még van egy 200 platos sisak. Úgyhogy az szerintem egész jó. Ez így izétből, így alapból, a semmiért. Meg ott is elcseréltem már valami izét, valami Ogris modot, az is volt közte, azt egy hack modra, szóval annyira nem szar forma. Meg már milyen barrel van ott? Braton. Ja, nem láttam az Lotusnak a burájától. Ugye, én nem ér, de forrán fázd. Választod a formát. Nem, nem kell ilyen barna izé, szutyok. Ha mindig kell, a Prime Blade esett ki izé. Ó, figyelj, már Dual Thomas Handley is izé. Az kell. Nagyon kell. Van 23, bazdmeg. Engem nem érdekel, engem az új Prime dolgok érdekelnek csak. Volt egy káposztán, a balasztítok egy része volt benne, aztán nem esett ki. Én szindikátorosul vettem ki. Lehet, hogy ma megcsinálom az összes szindikátus küldit, hogy adjon pontot a szindikátushoz, aztán veszek ki káposztát. A dasmainak, vagy ki a faszomnak miért van 10 darab izője, relikje? Már most, vagy miért látom 10-ban? Hát gondolom nem volt relikje bent, és akkor olyankor megtartja az előző körnek a relikjeit. Öcsém, egyébként az ember, de nézd meg, belinkeltem neki az izét, a Riven modot érted, és a legkönnyebb válasz az, hogy nincsen pénzem. Várjál, not just not interested me. Also needed other Riven for rare mods archives. Ez a Dragon, geci. Ettől meg se lehet szabadulni, ezt nagyon ritkán keresek a Dragonra a Riven. Pedig nem lenne rossz, de mégis. Hát erre is izékes status chance, még az ilyen pakomságot. Nem tudom mi kell hozzá, egy darabig használtam. Hát a, azt hittem, az egyetlen, hogy... egyetlen egy shotgunra, arra a hackre vagy micsoda, a Vajkor hackre, arra az egyre kell izé. Arra az egyre kell ilyen crit chance vagy crit damage. Mert az összes többére status duráció kell. Arra van tudod a Primer Revenge, hogy mi a faszom. Ami sosincs, mert mindig eladom egy százasnak, mert soha nem ér többet. Hajj, van egy ilyen Revenem. Hát igen, mert sokdalakra nem szokás izét critical damage-t adni. Hát erre az egyre kell csak amúgy. Erre az egy izére, shotgunra kell. Mert ehhez van a Primer Revenge. Nem tudja, csak ezzel lehet használni normálisan. Hát mondom azért, elég szar lehet érted, hogy már lassan, mit tudom én, majdnem 18-as szintű vagy érted, de még nem láttál a játékba, csak 100 platot, tehát csak az másnál. Tehát annyira nem lehet izé, hogy, mert azért ők megtehetik tudod, hogy több 100 000 platot vegyenek, meg mit tudom én, tehát... Vagy veszi az ember, vagy kereskedi a platot, tehát azért... Annyira nem lehet pénz, hogy egyikhez se értesz, érted? Yeah, hogy te pénzed nincs, se izé nincs. Ha van munkád, akkor tudsz venni plazot is. Most egy hónap, most kapsz egy izéti kedvezményt, és egy hónappal veszel, itt a 4000 platot, egy hónapba egyszer, az nem egy nagy izé katya lehúzás szerintem. Én csak azért nem csinálom, mert én összekereskedem. Neked van türelmet hozzá, nekem például nincsen. Hát, én apróságot próbálgatom belinkelni. Tudni kell, hogy miért lehet sokat elkérni, és sok kérdőn megadja. Szinte semmiért. Az a két perc van még a vizéből, és még mindig hiányzik egy rakás vizé. Olyan kis sárga kutó.
Itt. Azon a részen. Kiessünk bele amúgy, mert itt látok még egyet és... Még mindig hár. Jó van, mindegy semmi. Ott van, megvan a kettő, itt erre. Itt van ezen a kis lépcső ízén, gyere csak visszafele. Ott van kettő, látom. Jó van, szóval egy felfele. Megvan. Itt még van egy percet, szóval... Szóval hát én annyira beleszelemesedtem most ebbe a Valkyrba, le se akarom tenni. Két használat hozzá? Mit? Skint használat hozzá, amitől egy sparkint szája van? Igen, az a démonos skint használom hozzá. Azzal vagyok. Sajnos annyira nem, annyira nem néz ki tökéletesen az alap, mármint a Prime. Tehát tetszik a Prime is, nem azért, nem azt mondom, tényleg az jó lett a Prime itt is. Itt a másik sokkal jobb, mert attól egy pici parking szája van. Ezt már régen használtam ezt a skint rá. Az alaphelmet az undorító szerintem. Ami van rá tud alap. Az is amelyik olyan rasztás és olyan, mint hogyha egy VR headset lenne az arcodon. Az egyetlen alap sisak, amelyikről ilyen kis szarmacskái vannak, azt tetszik. Igen, az nagyon jó. Az is tetszik. Az a kara vagy, hogy a faszorba hívják, itt tudom, mit tudom. Igazából ad a Valkyra teljesen fölösen nézni egy Tanugrin skint venni, hogy van neki vagy három skinje, érted? Hát, ez az. De viszont például Ashre kijött valami skill, amitől úgy néz ki bazdra, mint hogy Batman lenne. Olyan, hogy a csupakaketébe rakod, meg egy olyan faszom köpenyt is raksz hozzá, akkor tiszta olyan, mint a Batman lenne. De az a baj, hogy szegény Ash annyira rossz, hogy... Nem érdemes rá venni, semmi. Hogy fáj, hogy ránézek, érted, hogy jó is lehetne, de szar. Hopp, egy fehér tudsz. Hát az igen. Azok több kukát, mint a többi. Csak annyit látok, hogy az egy tízessel több. A spirát szokták még keresni a traden. És a spira meg ugye crit chance-es fegyó. Szereztem hozzá, ami 200 vagy 300 fazért szereztem hozzá ilyen crit chance-es event, és adja a pirosat. Na látod, már nem rakd be a csávó, 10 perc ér eléket. De nem is értem, hát sosem fog neki kiesni semmi. És nem tudják felfogni. Na, Trinity-e, csak az a baj, hogy előző körben is volt egy 23-as, egy 22-es, meg egy 17-es. Vagy nem tudom, hogy az egyik az kisebb szintű volt. És kimentek utána a nagy szintűek is. Hogy annyi eszük volt a többieknek is, hallott. 23-as szint, annyi esze, hogy ő kiment 10 percen. Például akkadra, akkor szoktam ezére menni, 5 körre menni, ha nincsen kreditem. Például tegnap annyit trédeltem, hogy maradt 300 kreditem. Az kénytelen voltam ma reggel úgy menni ezére, akkadra, hogy csak egy körre megyek be. Adott bazd meg, egy kör adott 100-valahány ezer kreditet. Néztem is, hogy mi a kurva annyi van. Most van körülbelül 1 millió valahány százezre, gyorsan csináltam, mert van szükség, azért törvénybont. Esküszöm, így ez a faszom kis mostor, ami nálam van, ez még jobb is. Így, hogy eladtam belőle ezt a Riven modot. Van ilyen Gorgon modom is most posztoltam. Te a Gorgonra mi a francot lehetne rakni, hogy jól legyen? Nem tudom, én néha veszegettem, tudod, ilyen 10-15 platra izét, ilyen Gorgon Riventot, Kátha, Berongzol, de utána megmondtam, mert szerintem egy bizonyítok. Így fogok ezzel szenvedni. Inkább akkor így mondom. Most mondom, hogy szar, de a faszom szenved vele. Alapot. Don't GP put. Ne, Norbi angolul beszél. Fölhúzom az agyamat, tudod? És amikor még annyi szó kimegy, hogy tudok, szóval. És ez az idióta az meg kimegy, ezért. Hát, mint tegnap. De meg se várja, basszus, hogy végre legyen a külnek, és legalább megkapjuk a rewardokat. Ó, alatt nyomjál már egy live supportot, légy szív. Vagy már rejny közelebb vagyok hozzá, hogy nézem csak. Itt vagyok. Nekem nincs semmi idén. Semmi pöttyém nincsen még. Az hogy? Utána kell nézni. Nem, én azt látom innen messzerű, hogy neked 10 darab tökid van. Ja, nem, most kezded el szeregetni. Most találtam egy.
Ja, még van, azt mondja, hogy van még két perc, és kéne négy pötyi. Nekem öt. Már csak három. Hát legalább akkor maradna, érted, vagy raktam be valamit. Ez volt a tegnapi csoporttal is, érted. Ami egyébként nem is bírtam tovább nálam, amikor értél forintba szertem. Pedig olyan jókat kereskedtem tegnap. Csak kezdett elfogyni a trédelésre. Itt vagy még, Norbi? Ja, magadtak. Közben valami faszom hív. Már megint hívás azonosító nélkül keresnek, és nem tudom kicsinálja ezt, de halljon meg. Hát engem is följött ma a 20-as számon valaki, hogy majd felmérés végez. Mondom, nem egyezek bele, és ráadásul fogalmi, hogy honnan tudtad meg a számot. Ja, random generáltuk a telefonszámokat. Ja, én meg random akkor kinyomlak, jó? Undorít az emberetek ilyen munkájuk, vagy ismert ember. Én azért sem szoktam egyébként venni. Hát én fölveszem, hogy menjen a telefonszám, hogy a üzött gyökérnek, érted? Ja nem, hát az ilyeneknek végtelen van, vagy nem is tudom. Tök mindegy, akkor attól is hagyd menjen a telefonszám, ők még ott fárasztom őket, az kész. Felmérés, basszus, aztán még valami idős tényét fölveszi, elárulja baznak, hogy hol lakik, meg van a nevét, aztán ízi másnap meg kirabolják őket benne. Hát ez az, te is milyen aranyos idős néni vagy. Jaj. Norbina. De nem növelnek, meg erőszakolnám mindegyik. Aztán beraknám majd a szekrénybe egy fogasőt. Ilyen idiótákat, és az a munkájuk, hogy zaklassanak másokat. Keressenek a normális munkát, picsába. És csodálkoznak, ha elküldi őket a picsába. Hát ki a franc kíváncsi, hogy nonim emberek telefonálgattak és érdeklődnek mindenfelől. Hát ne érdeklődjenek. Akkor se érdeklődjenek, ha celeb lennék. Hát csak formát választom, de ez biztos, hogy nem volt. Tehát bejövünk normálisan játszani, és az emberek 20%-a a játék 5. körében kilép melegődni. Vagy nem tudom, lehet, hogy a relikje, vagy a faszom tudja. Én nem is értem egyébként, akkor mi az anyja picsának lép be? Ezért én be se lépek. Tehát most miért? De még kredit... Azért, hogy bemegyek üzére, 5 körre. De még kreditbe se éri meg nekik. Hát tudod, most érdekes volt relikje. De érdekes. Hallod? De érdekes, hogy volt relikje. Most ki akart menni? I don't think I have much to offer. What time? 17-es meg... 9-es? Már majd össze fogok rakni valami OP Sentinel. Azon én is gondolkodtam, hogy megduplázni jegyes modokat, összerésönt, meg ilyesmiket, és akkor... Jó fasz pénz, hogy haragod, mert egy pár. Tehát azt mondom, hogy a Sentinelnek a fegyverét megerősíteni. Csak ugye mindig azt írek, jaj, nem használhatod. Tényleg ezt beszkennelted már? A cefalon izéket? Aha. Az biztosan szerintem. Szerintem a Saturnus izét az megvan. Ha bementem egy hijack misszióra, és senki nem jött be. És elszúrtam egy olyan missziót, mert nem volt annyi ízés. De hát arra senki nem csapott be. Ez mi az Isten? Mi ez a fegyver, ami ilyetlő? Fel van tuningolva, izé? Az a faszom, izé, amit gyávónál van? Merőbben néz ki, mint régen, bár egy gyereset? A kezében az a szükörlövő, mit tudom, milyen színói faszomság. Simulat. Ez milyen kurva jól néz ki. Mármint most nevedd a lilát, érted, de... Egész jó le. Ez a sima szimulor csak, az nem is a szinoid. És a szinoid az elvileg erősebb. Hát nekem megvan, csak lenőrfölték annó, ugye, és én ahol nem használom. Lenőrfölték. Hát... Mondjuk nem is nagyon használtam, fogalmincsen, hogy mennyire volt jó.
Egyszer használtam, kimaxolt, egy kis pöttyiket lőtt, nem mit tudom én. Én nem éreztem azt, hogy ezt meg kéne tartanom. Mert mindenki akkoriban hogy oda volt érte, jó, hát igen, nem. Mert szinte megöltél vele bármit. Ugye két pólusot tudtad rakni, és összeszikpantott a dolgokat, és megöldöste a faszba. Én is használtam egy időbe. Még le is formáztam, meg kétszer talán. Hoppa, a rock assist. Na nézd meg, ott Aklex Riven, oda fogom neki adni, ha van neki, mint tudom én, piercing, kalibere, meg ilyesmije. És tök ingyen visszaszedem a modjaimat. Ilyen ostoba faszokon érted, és eladom másnak ezért. Én lehet trédelni, máshogy nem szerintem. Mindegy, legalábbis még nem próbáltam a kezét. Mi a faszom tulaj? Van még egy sima Rivian módom is, sima minim is. Na például ezt a napalmot nem tudom egy lövéssel megölni izével. A látóval. A bombárba kettő kell, az összes többibe egy. Most a Hikura raktam üzé státusz durációt, eléggé durva lett. Meg ebben a státuszos eleve azért is durva. Már kell... mondjuk egyébként itt lazán maradhatnánk akár 60-ig is, ezek nem olyan izé OP szörnek. 60 után jönnek az ilyen nehezebb izék, ilyen 150 körül szörnek. Ja, a greenerekkel még el lehet boldogulni. Igen, az izé nehezebb. A... Nem az Infesti, hanem milyen más? A Infesti is tud izé... Igen, egy nem rejtöd az arcodba olyan kurva annyi, hogy ledobja egy kis kék bogyót, ami rögtön megöl instan. Szabunk, az jó. Véletlenül sem fog kiesni, amiért ide jöttem, tehát az a passzom van, de az nem fog értesni. Pedig azt néztem, hogy 5 plat egy darab, szóval nem egy bassit tesz. Na nézzük, van még a kulcsom. Lennie kell, ahhoz a valamennyi oldalon. Hát én nem tudom, ez... Én van érzésem, hogy lehet, hogy meg fogom venni a téden majd a Prime cuccokat, mert... nagyon nem esik semmi. Na most már egyik se rak semmit, ki fognak menni, itt fognak hagyni. Itt bármilyen megesküszik, hogy mindjárt mind a kettőt lejárodő. Ezek még itt nem ellenfelek, amik egy, amik egy kézétől, egy látólövésből meghalnak. Hát igen, a látótól az ő. Ezek nem ellenfelek, érted. Mert egy alapító lövésből meghalnak, pedig nem ellenfelek. Mondtam én. Tessék, van 30 másodperc, teljesen fölötleges. Nem is tudom, minek játszottam, hogy... Ilyenkor minél tovább szivatom őket. Szóval nem szoktam ezért kirohanni velük, ez biztos, hogy... Szomorodjanak itt bent egy darabig. Nézd meg. Hát, én nem is tudom, hogy fogják kifarmolni az új Prime-ot, érted? Ha nem is bírnak bennmaradni 5 percig talán valahol. De az... Jó. Jó, ezeket most letiltom. Hát, mert elegem volt most már. Jó van, ezeket letiltom a picsába. És ebből áll a játékmenet. Jó, ez nem érdekel.
Oroként katalizt. De azért azért Frostprime izéje van. Jaj, hát persze, mert mert meg lehet izélni, mert ingyen meg lehet kapni. Olyan, én épek azt hiszem, hogy ezek a buzik még benne kanap most. Azt hiszi, hogy most 5 körökre fogunk majd elmenni velük? Vagy 5-10 körökre? Hogy gondoljad? Menjünk közben, szedjük ki a katalisztot. Láttam valami eventet rá. Ja, szabotás. Ingyen kataliszt. Ingyen katalisztban 30 akárhányadik lesz. Tehát nincs már valami, amivel el tudnám tenni, szóval. Én nagyon érzésem, hogy az új fejből se fogom beletenni. A helyzet azért próbáld ki. A balisztik, annyira nem tűnnek szaroknak az okjai. Az okok annyira nem szarok. Az más, hogy a fejben rossz szar, vagy nem szar. Nem tűnünk olyan szarnak az ok. Még a Namiskolának nagyon nagy attack speedje van. De jól néz ki, engem nem érdekel, hogy mit tud. Jól néz ki, mint fegyver. Jó dizájnalában. A többit én nem néztem. Jól néz ki, de leszarod, ha nem csinálsz semmit. Hát, de ez is egy fashion frame, tehát ez nekem nem más. Jó, csak azért tartom az ilyen szarokat. A fashion frame-mel nem mész be, Hát csak ugyanolyan, mint az S. Azt sem használom semmire, csak nézegetem. Hát körülbelül én is. Rendering strike. No. És akkor erre rám érted, hogy rendering strike vagy rhyme round, érted az ilyen kis, hogy 10 patot tudsz, tehát ugye vagy, az meg. Ott leírtam, mi kell. Nem a szarokat próbálok rákrózni egy valami kieskék küldetésen, háromszor az meg. Még jó, hogy nem azt írta, hogy harrók azt hisz, mert tök értékel. Jó, nyom már meg faszom belé. A tigrise van a gyereknek, ott a tigris tibe nem. Látom ám. Tigris, tényleg rakatasz, tigris. Valaki hívogat. Most meg Ausztriából hívogat, hogy bazeget biztosan fogunk felvenni. Faszomnak Ausztriában. Még nem is jelentkeztem Ausztriában munkára, de már hívogattak onnan. Azt mondja, hogy... Nit Aria Rex. Ez mi az? Nem tudom, de lehet kifele menni. Mire leírtam itt a csávónak, hogy kellene neki a rivámon, addigra ki lehet menni. No, nem rossz ez a izé. Ez a... Csak kevés volt a státusz. Van. Legalább egy 70-es, 80-as státusz kéne rá, hogy jó legyen. Hát minél nagyobbat sebez, annál kevésbé zavaró, hogy kevés ammó van benne. Hát az ammó mindig zavaró attól függetlenül, hogy most kevés ammó, ezért tök mindegy, hogy milyen rohadt nagyobb seb az érted, hogyha jó fasz ammó van benne. Ez az optikon csak azért tetszik, érted, mert van benne 200 ammó, amellett egy rohadt nagyobb seb. De persze ehhez is kell állni a hívem volt, mert anélkül jó fasz. Sakkó? Mi a kurva anyag a sakkó? Fogadjunk valami ízé. Nem kell sakkó. Igen. De tudod, az emberek nagy részének hiába valaki húzza a szintjéhez, de annak nincsen platja. Nem is tudom elképzelni. Az kurva szar egyébként, hogyha nincsen platod. Amúgy. Gondolj bele, kijön valami új dolog, és nem tudod megvenni, mert csóró geci van. De nem az, hanem a Oriki Reaktor Recon Katalisztot, az nem tud kifarmolni mindig. És van egy karaktered, és igazából nem tudod rendesen megcsinálni, mert nem tudsz belerakni katalisztot, vagy ízét. Sőt, ki tudom benne ezért, ha nincs eszlotot, szóval több mindegy. Na a másik fel, hogy mi ez tovább?
Hogy mi ezt tovább, ha mit tudom, betelik a izéd. Csak patétusz van is ott. Vagy letörlöd valap izédet. Hát letörljön. Most gondolj bele, hogy készen van a Hydroid Prime, hogy nem tudod kivenni, mert van még két másik karakterod érted, az is az egyik a Frost érted, mert regisztráltál, azt megkaptad ingyen. De viszont azt vettem észre, hogy az ilyen 3-as, 4-es szintű faszoknak érted, lazán megveszik az ilyen drága faszon skineket a az Excaliburra meg az S-re érted, és az az egy karaktere van. Az 4-es szintű. Azok egy ilyen exterminated axisot. Passzom majd belé. Várjál. Embolis. De most, öcsém, kinek kell ilyen szar? Embolis, dajbu, ki a... Kend a hajadra. Én az ilyesmit minden dukákra szoktam eladni. Faszomnak fotogatod a csugát. Nem is értem. Te meg van győződ, hogy arról az jó. The other mod I won't sell. Mit, nem árulod azt a dajkumodat, amin egy zoom van, meg egy minusz damage? Hát az ne is árulját, bazd meg. Mondtam, igen, az, ami zoom, meg minusz damage van, azt ne is árulját, mert az túl sok. Van Soma and Simulor. A Namiskala Blade van az egyikbe. Axiennet. Visszalakom valakinek gyorsan a modjait, mert... Na. Jönnek rá a kis kutyafejűek! Ezek primary űrhajóval, nem? Az az. Azt tudja, az a Lapagnus. Ki volt az, aki megvett a Primary rajót? Hát most... A csomó nyomorék akció úr. Jobban néz ki, mint az alapizé, az alap kis hajó. De tényleg, mi a nem tud semmit az a hajó. Semmit. Hát... Azt mondom mondom, hogy... neked! Mondom neked! Hogy mondjam neked? Na! Hát az S is mire jó? Semmi. Kinézel! Igen. Ha mondjuk a Sifos... A Sifos lesz, ami Primed... Skin, azt mondom, hogy oké, okay, Sifosra. Vagy a izére, a traktorra, az a... Mi a franc, ami a, neked van, az a traktor. Azt mondja izé, még a Sifos mondta, hogy traktor. Ami a hílelős izét veszi le. Mantis, nem? Mantis? Mert faszom tudja, mit tudom én, gondolja az. Mert az, arra még esetlen, mert az, az hasznos. De hogy... Én csak azért használom, mert azt a hidelőset rögtön, meg a pontosan az ellentétjét használod, mert az meg pont jó nekem. Nekem viszont kell a hidelős, hogy tudjam lefele pakolgatni a hidelős izét. Mert ezek így kiegészítik egymást, mert ez a két fontos szerintem. Igen. Te pakolod a izéket, a kis túrendeket érted, én meg pakolom az ilyen életköltő geciket. Mert az nem feltétlenül nekünk kell érted, hanem a csapat többi tagjának, mert ők nincsenek általában 10-es szint fölött. Mindenkinek 10, mit vigyorogsz? Jó, a 16-os szintű. Excel passzol majd, hogy a passzol majd jöjjel. Jó, hogy Excel minden össze tudja győzni a tiéd. És igazából nem, az nem te voltál. Lazán belőzöttem a semmi. Azt így szoktam, amikor. Na, olyan már, hoztam az Iron volt. Most lerobbanom is. Láttam, mint mögött a csillogott volna valami. Csillogott valamit odaugrottam. Összeizeltem, zsidiskedtem. Áh,
Duakamas. Kernos. Duakonos. Kamos. Argon kristály. Na, akkor esik, amikor nem kell. Hol van az argon kristály? Hogy legyen fel? Itt ahogy jössz. Gyere, gyere, és itt a szekrényeknél. Itt a szekrényeknél jobbra. Ott világ zöldre. Ja, megvan. Rászaladtam. Hopp, kettőt is adok. Van boostereg, mi? Ah, persze, anélkül nem is izéleted. Miután lejárottam, veszek másikat. Kredit meg izél, meg dob boost. Azok nélkül nem játszok. Legalábbis biztos nem megyek el pénzt farmolni, meg izélni. Meg kuvázni. De egy jó felkészülök a tévére. Meg hát úgyis jönnek ezek új ilyen alapanyagok, amiket majd farmolni lehet. Miért alapanyagok? Miért kell új alapanyag? Igen, mondták, hogy lesz még az is. Mi? Extra kuva vagy? Hát a faszom csak tudja, de lesz valami új alapanyag. Tudom, mi a patoló. Hát ott a Nitain Extra-t is most. Ott Nitain Extra-t a kuva. Most lehet kifele menni. Hogy lehet Ember Prime-mal megfarmolni? Ember Prime-mal könnyen. Nem, az se egy OP karakter, nagy hát, de ez még nem is egy olyan OP hely, érted, ahol egy hitre megfarm az ellenfele. Mondjuk ez úgy látom egyébként, hogy voltam vagyunk, de úgy. Nem, igen, jól látod, hogy voltam vagyunk, tényleg. Halló, jó reggelt. Na, humanú. Gyere szárva a liftembe. Még egy algon küstő. Hol? Hát, szerintem elmentek itt már. Na, minden egyen haszt érdekel, messze van, megyek ki fele. Van eset kettőnek, ahol bőven elég. Nem is értek most. Mindenki tud várni egy percet. Nem, mert ezek nem tudnak várni. Hát akkor hagyja, hagyja, akkor ide, akkor húzza fel az agyát, boruljon el méregbe, kit érdekel? Hát itt nem arról szól, hogy izé, kirónunk aztán kész. Hát szóval valaki megfejegetett, hogy jaj, izé, mit képzelek magamról, hogy én izé, extremitán izélek. Lootolok, mert izé, kibornhatod a játékból, mert én nem tehetek meg bármit. Hatalmas, tényleg. Vannak ilyen izé, beteg emberek. Csak nem játszani kell, nem izélni kell. Orvoshoz venni. Egyébként viszont az ilyen, ez a ruha vagy... Ó, Nami Skala! Ez az, itt a... Itt a Nami Skala! Ez... Végre! Ez az, végre egy új cuccaset! De ez a fek... Én már megyek is eladni! De hogy adom el? Fekítettem. Én minden izének, zokszó, főleg, hogyha már 200 pontot ad érte. De hogy adnak 200 pontot már érte? Á, hidd el! Én megtalálom azt az ember. Tegnap jött ki, ma van. Szóval egy nap eltelt, szóval már olcsóbb lett elvileg. Hát én nem tudom, én már kerestem ma izéért, 400-ért konkrét szetteket érted. Most nekem annyit megér, érted, megint tele vagyok kattal. Menjünk meg ilyen exterminitet, van még axi. Hát menjünk, jó van. Egyébként érdekes, hogy te ilyenbe belemész. Nézzek, ez kilépett. Hát szerintem... Hát belemegyek, mert látod, hogy mit csinálnak a Survivor-on. Most... Öt percig kilépnek. Na, az miért raktam az előbb? Egy kevesebb részt kell megvennem, úgyhogy...
Közben találtam meg őt a zenésztár Rivelre. Hát nem tudom. Strundriven. 7-50 évvel azon most már. Az a baj a zenésztáról, hogy se Kritchenszer, se státuszol. Mert annak az a lényeg, hogy eldobálja belőle azt a faszomságot, amúgy. Hát a... Azért kell rá 80-as range, hogy az a baszás karika, amit kilöksz belőle, az... Engem az nem tudja nézőjelni. Úgy vibrálni, vagy be faszont, mit tudom én. Nem szoktam használni nehéz fegyverzet, és nem szerettem. Nem szerettem majd konkrétan az ilyen nehéz fegyvereket, mert sokáig tart, hogy megölök vele valamit. Szeretem az ilyen könnyű fegyvereket. Könnyű fegyver, tudod, amit így gyorsan lehet mozgatni. Belőlem lehet kétkezes, mint ami most nálad van, az a izé óma, csak hogy gyorsan lehessen bele ölni, érted? Mert úgy rühellem, tudod azt, ami... De az, amit az nem el, hogy two-handed, ami rendesen is túl a kétkezes, és ilyen nehezen lehet vele csapni. Hát akkor csapsz gyorsan, hogyha benne van a berserker, meg ilyenek. Hát erre kéne egy izé, egy attack speed nagyon. Nagyon kéne egy attack speed. Hát akkor lenne még erősebb, az attack speed nagyon sokat számít. Én egy ha még jövünk ide, akkor izé hozok én is most már ember hozok. Akkor gyorsabban lehet ülni. Halljál, már meg haszon belőle. Az óma azért jó, dobbantasz, elkezdi csapni az áram, és utána megölöd. Én az ómánál szeretettel várok egy Primed verziót, mert arra nagyon kíváncsi vagyok, és biztos fogom szeretni. Szeretem azt, amikor normálisan működik. Tudod, az a kurva érted, mikor játszok az ilyen 13-as, 14-es szintűvel, vagy az alatt a 6-os, meg a 4-es szintűvel, és már hányra, hogy rájegyed van az. De játszani azt nem tud. Egyik se. Ezt viszont nagyon, ezt nagyon rühellem, mert amikor olyan embereknek van jobb cucca, mármint ilyen szempontból érted, mert nem küzd érte semmit, csak megveszi. Érted, aki egy nyomorék egyébként. Hát hogy mint annyi, a kis szintű fandörök. Egy semmit nem küzd a dolgok, érted, csak úgy van neki. Pedig azért hozzá kell tenni, hogy amióta ismerlek így a játékon, többet játszottam, mint összesen egyszerre eddig. Mert soha nem játszottam ennyit a játékkal. Én mindig kereskedni szoktam, engem nem igazán érdekel a gameplay. De így, hogy van kivel, így egész szórakoztató. Csak kéne még legalább két ember, aki folyamatosan jön. És legalább olyan szintű, mint mi, érted, mert... Oké, hogy valakinek segítünk, érted, de az vegye... Annyira vegyek komolyan, hogy ha én adok neki valamit, érted, akkor nem elszórja mindenféle hülyeségre, mert fölösleges. De Gábor ezért is van ezért. Ezért nem csak se semmit, mert fölösleges. A Gábor is van fölhívott, hogy ezért, hogy a kitok van, hogy plusz a farm, akkor adjam neki. De ez nem így működik, basszus. Attól, hogy én 24-es vagyok, ott nem ment ezt, hogy minden oda kell adnom másoknak, szóval, hogy... Oh, Persi System, igen, egyértelműen. Jó. 26 volt, kamasz hangledás, abba a belső szar meg, vagy 50. Kettő van, és a pont a, tényleg a belső szisztem az hiányzott is a szedből. Na, veled éri meg eljönni, mert úgy látszik, kidobja a jó csöcsöket. Ja, majd még egy-két kört vállaljunk be, aztán megyek. Ó, ma már csak hozok ember. Ezek aztán... Azért szoktam egyébként capture-ökre járkálni, érted, mert gyorsan megvan. Tehát és tényleg kidobta a jobb dolgokat kétszer is most. Nem ezért ilyen szúgykokat dobott ki. Na, megint kilépek. Hát... Na nézzük, a másik ember az itt van velünk. Ember. Én is emberrel megyek. Még egyébként egész papírt az ember karakter szegény, nagyon papír. De... Most erre tökéletes, érted? Egy kis státusz. A státusz dolar is egész jó, ez én. Jól van, oké. Okay. Hú, várjál csak már, ha megcserélem a hátulján ezt a izét, várjál, religa, a hátsó embléma, az akkor most már izé, master sigil az nekem most már ilyen új, nem? Mert most már én is Gold Dragon vagy, ma faszom vagyok.
A Master Sig az nem változik. De, hát alapból ilyen kicsi lófasz. Alapból csak három ilyen kis pingit kapsz amúgy. Várjál, hagyd nézzem már meg. Tényleg van ilyen? Nem, hát az változik attól függően, érted, hogy izélsz, hogy szinteket lépkedsz. Nincs első, valóban nem látom a sortit. Norbi, te látod a sortit? Már gól megint? Én nem látom a sortit. Csak nem azért kérdezem, hogy te látod-e. Én se látom. Én nem látom az ikonját, akkor inkább így mondom. Argon Scoop-ot vennél, hoppá, ezeken pont van, és én nem használom róla Várja, a várja, akkor ezt jelentem. Várja, azt mondja, hogy bug report. Igen. No shorty. Azt jelentem két helyen, és akkor én ma csináltam meg a tegnapi sortit, és azért kellett Uranusnak a bosszát kellett legyőzni, és kezemben maradt az Arcwing fegyver. És az Arcwing fegyverrel kezdtem el ölni. Az viszont menő. És akkor leírt a másik 24-es, hogy hé, taníts mester, hogy csinálod? Hú, basszus, most nyá. Zenit Riventáról. Hallod? A Zenit Riventáról majdnem 300 platér, minusz recoil-al, meg egy 19-es damage-el. Ilyet egyébként minek? Én ezt ki is tiltanám egyébként. Én zélném amúgy az ilyen, hogy hívjátokat. Az ilyen riven árulás, meg az ilyen fasságokat valami kategóriába szedném, hogy ne lehessen minden szart árulni állandóan. Azt látom flúdolni, érted a nyomorékot, hogy van to buy ingyen, ingyen vennék valamit. És egy nap leírja 8000-szer, érted? És azt hiszem, hogy majd valaki ad. Néha egyébként szoktam ilyen 20 platokat ingyen adni, utána hirtelen összejön egy trédelés, érted, és eladok valamit egy ezresért. Ez a karma. Karma. Hát nem látom én se sortit. Mindegy, nyomjad a izét, a játékot. Várjál. Figyelj, csinálj ilyen last izét, figyelj. Hoppá, figyelj. Visszavarázsom a sortit, figyelj. Ezt nézd. Ott az utolsó misszió. Átvertem a játékot. Hogyha én valakire ráírok, hogy megvan a cucc, amit szeretne, és megkérdezik, ki van a maximum, mondom, ki van, érted? És utána nem ír, bazd meg. Nem mondja, hogy ez egy... Ó, egy magyarra játszó. Szóval nem írja, hogy mennyit adna érte, semmit érted, ilyenkor elfelejt, hogy beszélgetünk. Vagy kilép, vagy nem tudom. Mint hogyha elmész a boltba, érted, ott állsz a pénztárnál, és hirtelen elmész más csinálni. És akkor elnézek, hogy mi a kurva anyádban. Mondanom, hogy jól néz ki az a rája hajó ott a háttérben. Azzal a színnel. Prizma. Prizma plusz a lilát ráadta. Nekem is át kéne már színeznem, csak... Csak az a baj, hogy az a légicsapás, amit ledob, az semmit nem ér. Ja, hát persze, csak a 10 percen múl. Múlva lehet másikat dobni. Az a második izé legszebb hajó. Ezt nem szeretem egyébként, ezt a hajót, amivel megyek, mert csúnya. Nagyon csúnya. Szegény. De jó a izéje. Ennek az a második legjobb a izé mögött. Ugye az első az a kis túre. Ugye ti nem hozzátok ezt a live supportosat, és én szoktam hozni helyettetek. Akkor ti hozzátok a túre, tehát én meghozom a live supportot. Na tessék, kilépett a squadból. Meg? A Hyper valaki. Hát ez akkor meg kurva anyjá lépett be amúgy. A magyar még nem van, mert valószínűleg magyar. A fakabár. Hyper kaptányt letiltottam. Én nekem nem akarok játszani idiótákkal. Rohadjanak meg az ilyenek, aztán gondolkozzon el, hogy mi lett a tiltva. Úgyse fog rájönni. Föl lesz hábla, hogy miért tiltott le? Ja, talán azért, mert kiléptél meccs közben, te idióta seggfej.
Ha baj lenne a szerverre, akkor nem csak őket dobálnák ki, akkor engem is kidobálna, érted? Szóval de nincs arra ok, érted, hogy a játékkal van valami baj. Ez egyszerűen csak idióták. Idióta seggfejek, akik játszanak. Miért van fent az ellenség a plafonon, azok az előbb leugrottak? Most meg egy felugrok, nincs itt semmi. Hosszabbottál bele. Itt van erre. Lifttel van. Na ott egy csillag, hol van? Nem jöttök? Hát várj, már felveszem a csillagot. Ja, jó van, semmi. Már nem veszem fel a csillagot, de megyek. Megyek kevére, azt érdekel. Sir, passon Barry. Itt vagyunk. Pancőr. És nézd meg a kurva anyádat, bazd meg anyádat, hű, hogy lehívom a liftet. Faszom, én nem tudod állni, rohadjál meg, a faszom beléd. Elnézést, bocsi. Meg közben ki tudja, hogy milyen kiskorú néztéked, és nem akarok csak... Néha érted, nem tudok mit csinálni. Ja, ahol vagdalnak, meg megölnek valakit, az ne legyen már kiskorú játék. Hát, mert itt egyébként a legtöbb magyar klánban szerint ilyen vannak ilyen 20 évesek, mint mi? Hát nem, csak a legalább egy 16 éves, hogy fölfogja a dolgokat. Még aki a YouTube-ra regisztrál, érted, és a legtöbb mint 11 éves Minecraft gameplay-jel, 20 millió feliratkozóval, az egyik se minimum 9-10-11 éves, aki Minecraft-ozik. Az önfelnőtt embereknek ma kitalálva. Vajkor, hát... Hack használó! Hát szia! Csak nem vajkor hacked van, van hozzá egy tök fasza izó! Sir. Logo. Soma Prime! Soma Prime-ot még valaki be lehet hozni ide. De én már alapból nem használom azt a fegyvert, hogy semmire. Nem is tudom, hogy lehet ezt használni még. Ó, támadás jön. Szafalom. Hát hogyha van valami kurva jó rivened, akkor oké. De valami szindikátus vagy mi fog megtámadni. És nem engem, szóval engem kurva nem érdekel, kit támadnak meg. Lehet kifeledzsolni, hogy... Én szorokozok most pedig. Engem fog egy continuity. Hopp, meghaltak, úgy látom. Nem adtál ezért, Spectre, te szemét szindikált. Akkor oda semmitek. Nem már. Csak az érdemes őket kinyírni, mert Mau. Akkor gyerek, már kifele volt. A paszt ugyan volt melyik ott, már nincs semmi. Minden kredit, meg alapanyag számít. Hát nekünk már tulajdonképpen végül is. Kicsiből lesz a sok érted. Még a faszom mizéket, ládákat is kinyitogatom általában. Többiek meg ott ingyognak rajta, hogy mit nyitogatom a ládákat. Nagyon jó, de lebirkozza valaki, és utána kiírja. Egy gyilkoló állat. Zseniális, basszus. Zseniális ez a karakter. Atya Isten. Nem tudok ott lemenni. Nem tudom, hogy imádom az Inaroszt is, sokáig azzal játszottam, de most a Valki ez nagyon, nagyon kézre áll most nekem. És annyira tetszik, hogy hú. Itt a... Hoppá! Kavaszafaszom, ezt választom. Kavaszaszaki, ja. Kavaszaki. Kavaszaki. Mert akkor látom azt a sizében még van is, már kiesett egy kavaszás izém. Szóval, ja. Ott kell választani. Még hiányzik ebből a izéből, a Polar Blueprintből valami itemem, mit tudom, hogy micsoda. De a dual kamasz handlésem még van egy csomó. Legalább, vagy 30. Hmm.
Na jó. Ezért nagyon sokat fog érni egyébként a Dual Kamasszet. Miért? Hát mert már csak most a izé, már csak most a Blade valami izé, valami 70 plat egy darab. Szóval az sokat fog érni szerintem. Na jó. Már kell néznem. Kilépték közben, vagy csak kidobott a játék? Megyek most, megcsom a dolgomat, aztán majd jövök vissza. Jó, van egy legalább, hogy meg tudok menni szarni. Most nem kell hivatkoznom. Na jó. Aztán majd vissza, jövök majd vissza. Csacsa. Na. Köszi, hogy néztél, és köszönöm mindenkinek, aki majd felnézni ezt a videót. Majd később folyt köv. Marad a Twitch szerintem. Gyártok egy kis videót ide a Twitch-re is. És akkor később folytatom már a 15. Valkires küldivel. Ha nem sokára csinálom a dolgom, hogy itt aztán jövök vissza játszani. Jó van. Hello, hello. You are only delayed.